Jó ára volt idén a megynek. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében mintegy 60 ezer tonna termés volt, kevesebb, mint tavaly. Az elhúzódó hideg miatt később virágzott a gyümölcsfa. Hazánkban 13 ezer hektáron terem megy, ebből mintegy 4 ezer hektár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van, így ez az egyik legnagyobb megytermesztő régiónak tekinthető. Ettől az évtől egy komoly változás érint minden őstermelőt, szerződést kell kötniük a friss megy értékesítéséről. Ez azért fontos, mert a feldolgozó a szerződéseknek köszönhetően előre tud tervezni a megy mennyiségével, az őstermelő pedig nem utolsó percben keresne felvásárlót. A közeljövőben valószínűleg bevezetnek egy minimum termésmennyiséget is, hogy azoknak, akiknek egy-két mázsa gyümölcsük van, nekik ne legyen kötelező szerződést kötniük. A próbaév után a következő szezonban vezethetik be a módosításokat. Idén 180-220 forintot is kaptak a termelők a gyümölcs kilójáért. Intenzív lengyel kereslet mutatkozik a magyar fürtös megy iránt. Ez pozitív irányba lendíti a magyar piacot. Rácz Imre, a Nemzeti Agrárkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szervezetének elnöke a vendégem. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Nos, hogyan alakult idén a megye megy termése? Hát én úgy gondolom, mint a Ferkomba is volt, a Magyarországon termett megy után most nagy a kereslet. Ennek a legnagyobb oka az, hogy Lengyelországban nagyon súlyosan érintette főleg a megyet és az almát a fagy, és onnan hiányzik körülbelül annyi megy, mint Magyarországnak egy közepes termése, körülbelül 70 ezer tonna, és ennek a pótlását egy részben Magyarországról próbálják kivinni, és most olyan országból van kereslet, akik nekünk inkább ide szoktak szállítani. Milyen a minősége az idei megynek? Hát a koránérőknek, az érdi és a cigány megynek voltak egy kis bajai, ugyanis ezeket olyan stádiumban érte a fagy, elhúzódott a virágzás is, nem egyenletes volt, és amelyik később kötöttek meg virágok, azok az érést fel akarták gyorsítani, és akkor érni, mint általában, és ezeknek a húsa egy gyenge puha maradt, és ez alkalmas volt arra, hogy hamar romoljon, de a mostani betakarításra kerülő debreceni, Kántor Jánosi fejetói fürtösök már minőségben is, és termésmennyiségben is egy közepesnél jobb átlagot mutatna. Ez az élénk lengyel kereslet mennyire befolyásolja a magyar piacot, illetve a magyar feldolgozóipart? Mennyire hajtja fel az árakat? Hát én úgy gondolom, hogy most egy hét alatt, köszönhetően egyébként talán ez a 10-20 forintos emelkedés kilónként annak is, hogy a minőség is javult, de főleg, hogy a lengyelek még ezelőtt egy másfél héttel, vagy egy héttel ezelőtt is csak tapogatóztak, csak kutatták a piacot, most már meg üzletek és kiszállítások is zajlanak, és ez elindította a piacot. De ez befolyásolja valamilyen módon a magyar feldolgozóipart? Tehát magyarul lesz itthon elegendő meggyből készült termék, vagy a magyar piacon hozzáférhető elegendő mennyiségű megy? Én úgy gondolom, hogy lesz elegendő mennyiségű, mert azért a magyar feldolgozók is igyekeznek azért lekötni azokat a mennyiségeket, amennyit fel tudnak dolgozni, és én szerintem azokat a kapacitásokat, amit kivisznek mondjuk a lengyelek, azok nem befolyásolják majd, hogy Magyarországon esetleg a megyből a feldolgozóknak hiányuk lenne. Azok a tervezett változások, amelyekről a felvezető anyagban szó esett itt az előzetes szerződéskötésekkel kapcsolatosan, milyen fogadtatásra találtak az őstermelők körében? Én úgy gondolom, hogy az őstermelőknek a nagyobbik része még erről nem szerzett információt, ugyanis nem élnek ezzel a lehetőséggel, ami csak azért lett lényegében bevezetésre, hogy ne akkor szembesüljön, amikor már leszette a megyet azzal, hogy mennyire fogják megvenni. Mi azt szerettük volna, hogy pár nappal előtte már megkötik ezt a szerződést. Sajnos ez a gyakorlatban abszolút nem működik. A kifizetésekkel utólag pótolják a felvásárlók ezt a úgymond szerződést, mivel ennek ott kell lenni az értékesítésnél. Úgyhogy ebben az évben sajnos azt tapasztalható, hogy ki kell forni magát ennek, és a gazdálkodók, őstermelők, akik most leadják a megyet, és találkoznak azzal, hogy nyilván még egy szerződés van hozzá, azok jövőre talán már érvényesíteni tudják ezt a törvény adta lehetőségeket. Nem csak a megynek van most szezonja,
hiszen elmúlt Péter Pál, az aratás beindult. Hogyan áll a megyében a búza és az egyéb gabonafélék aratása? Hát a megyében tavaszi árpát vágtak le, mintegy 27%-át az itt nem nagyon termelnek ilyen korai árpát a megyében. Tiszavasvári környékén vágtak le 270 hektárt, jelentene ez a beszállított mennyiségek körülbelül 42 mázsa per hektár. Mennyire jellemző a megyére egyébként a gabonafélék termesztés? Hát azért összesen 53 ezer hektáron termelünk, ha beleszámoljuk a repcét, a borsót, ide számoljuk a rost titikálét, a búzát 25 ezer hektáron, a titikálét 20 ezer hektáron, amik ilyen nagyobb növények, az árpát mindösszesen az őszit és a tavaszit is együtt 2300 hektáron. Nem mondhassuk, hogy nem termelünk, de a fő a titikálé és a búza. Milyen minőségre lehet számítani a gabonafélék esetében? Hát jelenleg még olyan állapotban vannak, hogy a kilátások jónak tűnnek. Reményeink szerint, ha beáll egy kéthetes időszak, annyira le van már gépesítve szinte az egész Magyarország, hogyha az időjárás kéthetet enged, akkor ennek az aratásnak véget is tudunk vetni. Örülünk az esőnek is, mert a kukorica is a napra forgó szempontjából meg pont jókor jön, de reményeink szerint azért sikerülni fog betakarítani a kenyérnek valót időben. Hogyan alakul a támogatások pályáztatása, kifizetése? Az én információim szerint ugye pénteken volt 30-a, addig kellett a területalapú támogatást, a zöldítést és az AKG-t kifizetni. Ezek 99%-ban megtörténtek. Vannak olyanok, akik már sajnos olyan határozat, akik nem kaptak előleget, olyan határozatot fognak kapni 1300-an, hogy területalapú támogatások elutasító lesz. Ez a tavalyi évben, 2016-os évben 1600 ilyen elutasítás történt. A zöldítéssel kapcsolatosan is 1800 személy még az, aki nem kapta ezt meg. 840 elutasítás van ebből, ez is összehasonlítva a tavalyi évvel valamelyest csökkent, és úgy összességében is ezek a területalapú támogatás igénylések is most 26 ezer főt hívtak be adategyeztetésre, a tavalyi évben még ez a 45 ezeret meghaladta. Ez vagy a termelőknek a pozitív hozzáállása, vagy a falugazdász hálózat precízebb munkájának köszönhetően ilyen arányban csökkent. Nyilván arra kellene törekedni, hogy egy se legyen, de ezt nehéz lenne így megvalósítani. Összegben hogyan alakulnak ezek a támogatások? Ez körülbelül 430 milliárdot meghaladta a kifizetések összességében. A megyében vagy országos szinten? Országos szinten, igen. És akkor még vannak kifizetetlen termeléshez kötött tejhasznú anyatejény támogatás, amik körülbelül 7500 főt érintenek 8 milliárd forintban. Rácz Imre, köszönjük, hogy befáradt ma este hozzánk a stúdióba. Köszönjük szépen a lehetőséget.